Ezt a videót már másodjára kell megcsinálnom, mivel Lemon Prada letiltatta a videómat az egész országban. Négy másodpercet használtam fel az egyik klipjéből, a másik klipjéből pedig kb. tizet. Nem tudom, hogy ez a, a fair júznak megfelele. Több mint valószínű, hogy igen, de nem baj, én nem lebezek föl, inkább csak szimplán kivágom ezeket a részeket és feltöltöm. Ebből is látszik amúgy, hogy ő mekkora egy nagy gangster, hogy az érvekre és a kritikára inkább csak azzal válaszol, hogy a videót egy szerzi jogi követeléssel. Mondjátok le a következtetéseket, hogy ő valójában mennyire kemény, vagy mennyire mutatja ezt a külvilágnak, és hogy milyen ember is ő valójában. Jó szórakozást! Ez itt a Money Stream! megkeresett a Lemon Prada, megkeresett a Lemon Prada, figyelj. Megmutatom. Úgy kezdődött, hogy Lemon prala a rapper úr. Rólam nem készült még ilyen videó, nem azért írom. Tehát itt azért írja, hogy nem a személyes sértettség. Alapból, hogyha valaki azzal kezdi, hogy nem ezért írom, akkor általában azért írja. Ez, ez itt a személyes sértettség de azért valamilyen önigazolást azért bele akar vinni, de mindegy, folytassuk. Klasszikus renter videósok, a renter az azt jelenti, hogy ugye bérlő, tehát ilyen kölcsönzős, kölcsönzős videósok. A legnagyobb bohócok, mondta ezt az ember, aki azzal lett híres, hogy szétfejel dolgokat és kiabálja, hogy csulageng, úgyhogy amúgy van neki egy kis gyereke is. Hölgyeim és uraim, bemutatnám! Nyilván azért a drogozás is megjelenik a zenében, és a gangster élet. Ez egy nagyon-nagyon jó, mint a apakép, amúgy örülnék, ha én apám lenne. Konkrétan az a foglalmazás, mi? Mi? Nem tudok olvasni, vágod? De hát én még olvasni is tudok, ő legalább, amíg ő írni. Konkrétan az a tartalmuk, az a foglalkozásuk, hogy olyanokat fikáznak, akik napról napra, hétre-hétre szórakoztató tartalmat gyártanak, időt, energiát, pénzt belevelve. Hát igen. Az időt lát, hogy neked is inkább a munkádba kéne ölni, nem pedig abba, hogy ilyen posztokat írkálsz ki, és uh, lehet, hogy meg lenne a gyümölcse, és nem kéne interneten adnom videósokkal bífelned azért, hogy foglalkozzanak veled az interneten. Mivel a mai fiatalok, azok már nem a tesznédet hallgatják, mivel már a kutyád sem érdekes sajnos okszó teával kellett neki magát most hirdetnie, ami azért nem tudom, hogy egy ilyen gangster rappernek mennyire fér bele az hogy egy gyerekeknek gyártott oxó okszó bubble tea iszik. Szerintem nem a legmenőbb rapperekre tartozik ez az ital, de ki tudja, figyelj. Ezek leülnek a gép elé, egy reakció videóban lefikázzák őket, konkrétan a másik hátán másznak fel, jól meg kell támasztani ezeket, tehát egy gerinctelen bohóc vagyok. Én erre azt írtam, hogy neki abban a karrierre, hogy mikrofonba kiabál és eljátsz a videóklippekben mekkora gangster. Drogozás jó téma, főleg ha már gyereked van, és én vagyok a bohóc. Eszem megáll. Ennyit írtam. És erre reagált. Azt írta, most világosítottak fel, hogy ki vagy. Nem is ismertelek, de attól még vert ki erre. Szűz vagy még, ugye? A pacekról az jön le. Szóval a kinézete alapján szűz vagyok. E ezek ezek az sajnos olyan észérvek, amikre nem tudok válaszolni. Tehát ilyen, jó érvekre azért elég nehéz, ebből azért elég nehéz vitát képezni, de megpróbáltam, itt van, erre már sajnos nem írt semmit, ugyebár, teljesen felnőttes viselkedése van, hogyha a pacekom és a szexuális tapasztalataim az érveid ezekre, ennél azért többre tartottalak eddig, ennyit írtam neki, erre válasz sajnos nem jött, prala. Megkereste egy ismerősömet, képzeljétek el, Prahla megkereste az egyik ismerősömet, és elkérte tőle a lakcímemet, mondván, hogy engem ideje lenne valakinek szájba b***nia, és hogy ő szeretne lenni az az ember. Ez megtörtént, skrint direkt nem tettem ki róla, mert gondoltam, hogy mm, nem akarom annyira lejáratni, hogy még skrint is kiteszek róla, erre már csak nem válaszol, így, így már azért csak érzi azt, hogy ez egy kicsit gáz. És talán így, hogyha nem rakok ki skrint, akkor nem lesz belőle gáz. Ö, tegnap még azt sem tudta, hogy ki vagyok, és nem méltatott válaszra sem. Ö, sajnos a gyerekek tényleg ilyen embereket hallgatnak a GBL-ből, és ez, ez kicsit szánalmas, hogy felnőtt emberek ilyen dolgokat csinálnak. De mondtam hogy gyerek Prada, verje meg, de érvekkel ne kelljen megvédeni magad, mert ugye az érvekre mindig az erőszak a jó válasz. Ö, de hát az érvek és az IQ az sajnos nem az ő erőssége, mint láthattuk már nagyon sokszor az internetes megnyilvánulásaiból. Mindegy, a lényeg, hogy spórolja meg a Pizzakinges pénzeket, mert hogyha leszeretne jönni, akkor ebből elég kemény jogi dolgok lesznek, itt, itt már azért ezért fel tudom jelenteni elég rendesen. Többet észre, mint erővel, de ez sajnos, ez sajnos a uh, Pizza Pizzaking-type embereknek nem működik. Kamagrás gangster mérges lett, igen, nem áll föl a kukia, és azért mérges ennyire, de nem baj, nem baj, hiszen gyereke már van, szóval nem is kell többet csinálnia, én igazából Szerintem amúgy sem kellene szaporodni ilyen embereknek, de mindegy, ez csak az én véleményem, nem akarok személyeskedni, biztos nagyon jó apa a magánéletben, bár, uh, hát, uh, nem, nem biztos. Folytatjuk, hoppá, rámírt erre a sztorimra, nem raktam ki direkt még screen sem, hogy az emberek azt higgyék, hogy kamuzok hogy tényleg, hogy tényleg ilyen hülye, hogy a maninka a És figyelj, megkérdezte, hogy hol lakok, Dombóvár nem. Szóval még screen check kellett kitennem, mert olyan buta volt, hogy még válaszolt is erre, és ezt kitettem. Itt van, ki van írva a Facebookra, nyomozó úr, két falunap között ennyire ráérsz amúgy. Erre nem válaszolt. Ö, leláttam azt a, amúgy egy fél órával később. Egyébként a kutyámat, ő fogja szétszedni őt, hogyha bejön. Eléggé vad. Ennyi történt. Ö, azért lett mérges amúgy, mert ö, volt egy ilyen ekos téma, hogy az eko nem fizette ki a beatet, vagyis a Melody nem fizette ki, 15% splitet osztott el négy ember között, és én ezt annyira kevésnek tartom, Szerintem egy producernek legalább 30% splitet kéne kapnia, mert nem véletlenül rakják a segged alá a zenéket, ezeken ők dolgoznak, és igenis megérdemlik a pénzt. Ö, én kiállok a prodokért, nagyon sok proddal csinálják ezt, és nem láttam még embert, aki értük. Valószínűleg pont azért nem, mert beleköt majd a lemenprala, de nem baj, én itt vagyok, ide lehet jönni nyugodtan. Egyértelmű, hogy nem verekedést tesz belőle, hanem rendőrségi ügy, ami a hírnévnek nem tesz jót. De hogy az övének nem tesz jót, az százalék, Mivel itt ugye ő volt a felbújtó, én nem csináltam semmit Egy felnőtt ember, akinek gyereke van, így belém át konkrétan És 140 ezer követője van Instagramon, rengeteg ember követi Nem értem tényleg ezt az egészet, hogy ez hogy lehetséges? Hogy hogy lehet valakinek ilyen kevés IQ-ja, agya, értelmi szintje, esze? Egyszerűen nem tudom felfogni Beleszokta én egy címbe prodot, jó, mert spanok vele, de most uh, itt az Echo külföldi proddal uh, nem folytatta a jó dílt, mert nem tudott normálisan kommunikálni vele, és azért, hogyha együtt dolgozunk, ö, mint zenészek, tehát tök mindegy, hogy most én beatet, vagy éneklek, vagy akármi, ha valakivel lebeszélek valamit, akkor az legyen úgy. Úgy kell lebeszélni, hogy az értelmes legyen. Értelmesen le kell kommunikálni még a munka előtt, hogy miről lesz szó, és be kell tartani azt, amit mondasz, mert ez lényegében egy megbízás az egyik féltől a másik felé. Be kell tartani azt, amit megígértél. Ilyen egyszerű. Nem kell izélni, kiskapuzni, meg, meg úgy kommunikálni, mintha nagy gengszerek lennénk. Ilyenekre miért nem megy a gyámhatóság, meg a gyermek jól léti? Persze az, ártatlan, családokat szétrobbantják. Én nem tudom, hogy ő milyen apa, mondom, én nem akarok a ítélkezni, hogy ő milyen apa, de azok alapján, amit az interneten csinál, nem hinném, hogy ő mind a apa. És eléggé szomorú, mert amúgy én láttam a Pralának a művészi ényét is. Én azért tényleg többre tartottam ennél őt. Azért azt nem mondom, hogy ő egy ilyen nagyon értelmiségi zenész arcnak tűnt eddig, eddig se tűnt annak, de voltak azért olyan számai, amiket így elgondolkodtam, és tényleg voltak olyan számai, ami aminek volt értelme. Volt régen egy interjú is vele, amiben amúgy konkrétan kikötése volt az a zenéléssel kapcsolatban, hogy nem fog drogokról zenélni, mert hogy az gáz, és nem jó példa az embereknek. Alapból lehet, hogy én gondolom így, de ez a, ez a trap világ, ez eléggé összeolvad, Nyugaton vagy Amerikában mindenféleképpen a, a drogokkal. Alapból kint ugye ez a felírható szerek, ez, ez brutálisan megy lean, meg mit tudom én nagyon megy, viszont nálad több számodban is azt hallottam ki, tényleg háromban legalább volt, hogy, hogy füvet ne hozd de nem kell, ja. nem szedek ilyeneket, nem, nem használom. És egyik Nincs oda nálam a kender, nem á, ilyen szerre. Én nem akarom én előadni, mert itt <laughs> vagy most én mit adjam itt elő? Én soha nem próbáltam semmi drogot, még a füvet se próbáltam ki, Ú, úgy gondolom, hogy engem nem annyira érdekel. Nézzük meg, hogy most mit csinál és milyen arcokkal nyomul. Kikokocsorom is, az éjszakában jönnek szembe kemény gagok is. Kizesz meg Jurit, hogy mi van odakint Picsen a téglából reszelik a kokait. Aki okay aki füvezik, mit tudom, egy buliba, vagy nem ítélem el, de Aha. hogyha már, hogyha már naponta füvezik, vagy akár, akár csak hétvégén buliba szintetikus szereket használ, azokat nagyon elítélem. Kedvenc uh, em tőle az az, hogy Kinder Commandot szopatom le, nem tudom, hogy az mit jelenthet. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak a ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit, hamis te vagy a legjobb az egész kerületben.